Autóbusz érkezik a szegedi Mars téri állomásra. Ez a jövőben megváltozhat, mivel a tervek szerint a pályaudvar új helyszínre kerül. Erről egyeztetett a dél-magyarországi város polgármestere és a magyar miniszterelnök. A város visszakapja a Mars teret, ahonnan a Volán autóbuszai máshova költöznek. Mindennek a költségét a kormány állja. Botka László és Orbán Viktor áttekintették a város fejlesztési koncepcióját. Jelenleg 104 építkezési projekt folyik Szegeden. A forrás az a 34 milliárd euró, amelyet az Európai Unió és a város biztosít. 19 további beruházásról tárgyaltak. Utóbbiak nem csak Szeged város érdekeit szolgálják, hanem erősítik Magyarországot is a régióban, fogalmazott Botka László polgármester. Egyik ilyen nagy közlekedési program körülbelül 40 milliárd forintos értékben az új szegedi déli híd megépítése, vasúti összeköttetéssel Szeged és Makó között, és reményeink szerint, hiszen ez Szegedváros alapvető céljai már hosszú évek óta, és meggyőződésünk szerint Magyarország érdeke is, a régióban Szeged és Temesvár városának az összeköttetése. Orbán Viktor és Botka László egyebek mellett megállapodtak egy nagy élelmiszeripari, gyáripari beruházásról, valamint egy 200 hektárnyi ipari park létesítéséről. Egy inkubátorházat is építenek, valamint támogatják Szeged okos várossá fejlődését, több közlekedési beruházást is végrehajtanak. Sportberuházások is szóba kerültek. Megállapodtunk egy új fedett úszoda megépítéséről. Ez is egy szép kerekre hízott szám. Itt egy 7 milliárdos nagyságrendről beszélünk, csak hogy el tudják képzelni a beruházás volumenét. Beszéltünk egy csarnoképítésről, sőt, meg is állapodtunk benne, és arról is kötöttünk egy megállapodást, hogy miután az atlétika egy fontos ügy, és ráadásul egy olyan helyen valósulna meg az úszoda és a sportcsarnok beruházás, ahol ma atlétika is zajlik, ezért a kormány vállalja annak költségét, hogy egy új atlétikai centrumot épít meg itt Szeged városában. A találkozó érdekessége, hogy Szegedet az ellenzék irányítja. A város polgármestere a Magyar Szocialista Párt tagja. Egyben a párt miniszterelnök jelöltje is.